start, elindult az 1600 méteres verseny, jól sikerült az indítás az egész mezőnynek. Juniperus elmegy vezetni a mezőny végén, pedig Aurora Borealis színeit látom, de nagyon jól együtt galopozik az egész mezőny, és most már Kalina csúszik vissza a mezőny végére. 2-3 hosszon belül az egész mezőny, Juniperus vezetésével pedig megérkeztek a lovak most már a túlsó oldalra. Juniperus, Nirvana és Royal Silver Moon, ez az első háromló sorrendje. Nirvana nagyon jó volt tavaly év elején, tavasszal a nagy versenyekben is ott volt, döntős volt, nyert, és most is lehet, hogy tavaszi korai formával akár meglephet mindenkit. Greenpeace sem kezd igazán gyorsan, bár ez tőle megszokott. Ott van Aurora Borealis mellett fejfejt az ezeres táblát elhagyva a mezőny végén, benne a falon pedig Karina. Fölmegy Royal Silver Moon, és átveszi a vezetést, jön 800-zal a vég előtt. Royal Silver Moon és a már lovagolt Juniperus a harmadik spurban kezd támadni Aurora Borealis, középen pedig ott van Greenpeace, mellette Karina és Nirvana az, aki nem tudja tartani a tempót, és azért sok van még hátra, Nirvana pedig visszacsúszik, Royal Silver Moon pedig távolodik a többiektől, azért ez így nagy meglepetés, és el kell indulni a favoritoknak, mert Royal Silver Moon ellophatja a versenyt. A lovak már a befutóban járnak, és Royal Silver Moonnak egyre komolyabb az előnye, 350 méter van hátra, Greenpeace pedig csak az ötödik helyen, nagyon úgy tűnik, hogy itt csak a második helyet lesz küzdelem. Royal Silver Moon hosszú kihagyás után óriási stílusban jelentkezik. Royal Silver Moon a távoztopnál 6-7 hosszal vezet. Royal Silver Moon tudja növelni az előnyét. Royal Silver Moon letávolozza a mezőnyt. Royal Silver Moon és Pajzs Gábor fölényes győzelmet arat. Karina mögötte a második, a harmadik helyre pedig megérkezik Aurora Borealis.